Sok szeretettel köszöntöm a nézőket a Magyar Gazdaságpárt képviseletében. A Magyar Gazdaságpárt a devizások megmentése érdekében kíván indulni elsődlegesen az Európai Unió parlamenti választásán. Köszöntöm társaimat, Bíró Ilonát és Rózsa Attilát, aki szintén a párt képviseletében indulnak a választásokon, jelöltjeink lesznek. Jó magam a párt elnöke vagyok, és azért azzal köszöntjük a nézőket, hogy a párt Európai Uniós programjáról néhány szót szóljunk. Álláspontuk szerint Magyarországon a magyar devizások helyzete nem oldható meg érdemben, mert a kormányzat nem nagyon tesz sem olyan intézkedést, amely megoldást jelentene. Itt ő mellettem Bíró Ilona, akit, mint önök is ismernek sok helyről, pont szenved ebben az ügyben, és hogyha az Európai Unió szabályait alkalmaznák, akkor ő már nyugodtan ülhetne és boldogan mosolyoghatna, ehhez képest pedig napi problémái vannak a magyar bíróságokkal és a magyar jogalkalmazási rendszerrel. Úgy gondoljuk, hogy ennek a megoldása kint az Unióban lehetséges, és ennek helye van, ezért az uniós választásokon ezt a célt kívánjuk elérni. Emellett természetesen a Magyar Gazdaságpárt gazdasági programot is meg kíván valósítani, egy olyan programot, hogy minden társadalmi réteg, minden egyes társadalmi probléma kérem szépen orvoslásra kerülne. Nem kívánunk senkit sem átverni, nem kívánunk senkinek sem hadudozni, hanem csak amit mondunk, azt meg is fogjuk valósítani. Ezt addig kellett elmondjam itt ebben a műsorban, mert a mai magyar politikai helyzetben számos esetben tapasztaljuk, hogy a politikai ígéretek mögött nincs semmi. Egyet önöknek garantálok. A Magyar Gazdaságpárt ígéretei mind megvalósulásra kerülnek, és amennyiben önök a mi ígéreteinket nem látják megvalósíthatónak, természetesen akkor lemondanánk és nem csinálunk tovább semmit, de azt garantálom önöknek, hogy az ígéretei megvalósulásra kerülnek. És talán ennyit erről a Európai Uniós választási indulásról. Én szeretném, hogy önök ránk szavaznának és bíznának bennünk. Átadnám a szót a Bíró Ilonának, a párt második jelöltjének. Nem vagyok sem politikus, sem jogász. Egyet tudok viszont, hogy jó lenne, ha a kis hazákban szabadság lenne, jogbiztonság lenne, és én úgy gondolom, hogy minden igaz magyar csak olyan pártra szavaz, amely megmenti a devizában becsapottakat. Igaz magyar csak olyan pártra szavaz, amelyik valóságosan is megakadályozza a devizában becsapottak kifosztását. Olyan pártra szavaz, amelyik azonnali hatállyal megszünteti a devizahitelesek végrehajtását és a családok kilakoltatását, mert ez az ország legnagyobb gazdasági problémája. Végrehajtási stoppot, kilakoltatási stoppot és Európa Uniós jogokat a devizahitellel kifosztott több millió honfitársunknak, mert semmi sem a csalással aláíratott banki devizahitelszerződések. Igazságot, szabadságot, jogbiztonságot a magyar népnek. Köszönöm. Köszönöm a Bíró Ilonának a mutatkozó beszédét, és teljesen így van. A deviza az egyik legsúlyosabb gazdasági problémája Magyarországnak, és ezért ezt meg kell szüntetni, amelynek ugye a háttere annyi, hogy aki a devizában felvett kölcsönét törleszti, a banknak jogtalanul 5-szörösét, 6-szörösét, 3-szörösét, 4-szörösét, kitől mennyit kérnek, azt a pénzt unokáira, vállalkozására, megtakarításra, háza felújítására fordíthatna, és nem lenne végrehajtására feje felett, és a gazdaság növekedésével mindenki jól is járna, tehát a gazdaságot a deviz alapvetően érinti. Most pedig átadnám a szót Rózsa Attilának, aki a párt gazdasági programjáról egy kicsit bővebb. A Magyar Gazdaságpárt programját ezt nem kitalálás, hanem gyakorlatilag Amerikától Kínáig, Japánig a világban megnéztük, és ez alapján elindítottuk a kreatív, innovatív ország mozgalmat. A lényege, hogy nem rövid távon, hanem hosszú távon gondolkodunk, hiszen a fiaink és unokáinknak itt maradását, jövőjét is biztosítani kívánjuk. Ehhez az egyes program részleteket, a rendszereket most nem akarok tételesen belemenni, csak egy-két lényeget emelnék ki.
A legfontosabb az, hogy Magyarország 3200 településén a kreatív embereket összeszedtük, akik a családjukon kívül több embert, alkalmazottat foglalkoztatnak, és természetesen az Európai Uniós piacok mellett a világpiacon is ott vannak, saját termékekkel. Zömében ezek vállalkozók, kreatív, innovatív emberek. Ezen kívül szabadalmaztatjuk az egyes programokat, az egyes termékeket és szolgáltatásokat. A legfontosabb tulajdonképpen a polgárosodás miatt, hogy gyakorlatilag ezek az emberek az Európai Uniós és a külföldi piacokon is árérték arányban tudnak értékesíteni, tehát hogyha megfelelő szabályzó rendszer lenne az adók területén, akkor versenyképes Európai Uniós jövedelmet tudnának biztosítani mindenki számára. Köszönjük a nézőknek, hogy végignézték ezt a videót. A bővebb programunkról majd az interneten tájékozhatnak, és egyéb riportokban is megjelenünk majd, reméljük, de a fő céljaink ezek, mint ahogy a Virovica is elmondta, a deviza kiirtása a magyar gazdasági életből, a devizával szenvedő emberek könnyének letörlése, a devizában meghalt öngyilkosok emlékének jóvátétele, és minden devizásnak kártétel adása, aki ebben szenved, és azoknak az embereknek a hazatérése, bírása, hogy érdemes egy újabb és emelkedettebb országot építeni, immár deviza hiteles teher nélkül. Köszönjük szépen!